Gáti Oszkárt régóta vadászunk, akartunk már vele több portrét készíteni, majd a TAO ügy kapcsán is kíváncsiak voltunk a véleményére, de valahogy eddig mindig kicsúszott a kezeink közül. De most 70 éves, pontosabban 70 éves születésnapja volt február 21-én, így nem volt kecmec, lementünk, pontosabban felmentünk hozzá Győrbe, és ő végre kötélnek is állt. Gáti a legnagyobb pálya elhagyó, amúgy zseniális, imádnivaló színész, aki bármit lát, legyen az konyha, terasz vagy pláza, azt mondja, hogy ez egy színpad. Szerintem én belőlem a legjobban a Gáti Oszkárt ismerik. Vagy legalábbis remélem. Bunkó vagy Baxi? Béke lőporaira! Köszönöm, hogy imádod, hogy rám úgy vigyázod, de ne küldjön virágot nekem. Hasta la vista, baby. Őszinte! Így hát vedd őszinteséged jegypénzedül. Gáti Oszkár filmen, színpadon, szinkronban. 40 éve, pontosabban 40 évig a színészi pályán. Sok kacskaringóval, még több pálya elhagyással. 8 éve sokat szorra, de akkor végleg otthagyta a színpadot. Hiába azonban a pálya elhagyás, a nézők fejében még mindig él, a miénkben is, ezért a 70. születésnapján meglátogattuk Győrben. Amit imád, Pest kicsit se hiányzik neki, és az se, hogy benne legyen a fővárosi kulturális pezsgésben. Hozzáad az én kis rövidke életemhez az, hogy valamiben benne vagyok. Mi az, amiben benne lehet lenni? Szerintem a fő baj az, hogy ez a sok-sok ember, aki azt hiszi, hogy benne van mellőbe, elsősorban önmagában nincs bent. És én fontosabbnak tartom, hogy magamban legyek jó helyen. Győrben egyébként nem céltalanul bolyongunk. A Kossuth utcában vagyunk, ahol valami rendkívülit hozott létre 3 évvel ezelőtt Gáti Oszkár. Gáti Oszkár vagyok. Művészként Győrhöz kötődöm több mint 20 éve. 3 éve ezzel a videóval kezdődött Gáti Oszkár karrierjének egy újabb szakasza. Most leülök ön mellé. A színpadról lejött és beült a nézők mellé, színház csinálóként. 3 éve Menház néven létrehozott egy színházat óriási sikerrel. Ő volt a jegypénztáros, a ruhatáros, a büfés és az igazgató. Jöjjön, üljön ide mellém. És nézzük együtt a Menház színpad előadásait. Bevallom, már decemberben forgatni akartam Gáti Oszkárral a TAO megszűnése miatt. Az ugyanis húsba vágóan érinti az elmúlt éveiben felépített munkáját, sőt a tervét, amivel remélte, hogy ünnepelheti a 70-et. Úgyhogy a köszöntés és a múltidézés mellett szó lesz a tervekről is, mert hogy az annyi van Gáti fejében, mint egy 40 évesnek. Kinőttük. Itt működött 3 évig a színháza. Kinőtték, úgy volt, hogy a szomszédba költöznek, ebbe a házba. Illetve az ennek a helyén épülőbe. Az építési árak viszont közben elszálltak, és kiderült, hogy TAO sincs, amiből eddig élt és fizette a fellépőket. Itt lehetne az én színházamat megcsinálni. Elkészítettük a terveket, kialkuttuk a bérleti díjat, minden klappolt, és akkor kiderült, hogy nincs TAO. De hát Gáti Oszkárt nem olyan könnyű megállítani, úgyhogy nem adta fel. Meg is mutatta nekünk, hogy hol lehet az új színpada. Itt lesz a bejárat, és innen indul abba az irányba a színház, ez pedig mind az egész a fogadó tér. Most épp nagyon sok mindent kell elengednie. Nem csak a színház nem működik, de a korábbi temetőgondnoki állása is megszűnt, emiatt a családjával együtt költöznie is kell. Úgyhogy tényleg minden nagyon átmeneti most az életében, de erről egy kicsit később. A költözés és a színház szervezés közben leülünk egy kicsit nyugodtan beszélgetni. Kezdjük a legeslegelején. Volt egy házi buli a nővérem születésnapján, voltak egyetemista srácok, én még akkor voltam 16, és mindenki táncolt, én nekem nem volt partnerem, és akkor kihoztam a konyhából a söprűt, és azzal idétlenkedtem. És mondták egy fiúk, hogy mi akarsz lenni? Mondtam, nem tudom. Mondták, akkor legyél színész. Mondom, miért? Hát ez olyan jól táncolsz meg minden, mondom, és a színészet az egy jó dolog. Persze, rengeteg csaj van, meg sok pénz. Igen? Színész leszek. Így történt. Valamelyik összejött belőle? Egyik sem. Tehát az nem baj. 6-szor kellett nekifutnia a felvételének, mire, ahogy ő mondja, megkönnyörültek rajta, és akkor már egyből másodévre felvették. A kitartásban nagyon jó vagyok, szóval van türelm. Nagyon türelmetlen vagyok, de van türelmem megvárni azt, amíg megtörténik az, amit szeretnék. Ez nem is film. Ez egy legenda.
Szinte mindent eljátszott színpadon, amire egy színész vágyhat. Rengeteget filmezett, bár szerinte csapnivaló filmekben, na és persze hamar jöttek a szinkron szerepek is. És majd megtudjátok, hogy az én nevem az Úr, amikor szörnyű bosszúm lesújt rátok. Azt néha még most is vállal, de ritkán, mert megalázóak a körülmények, és ugyanannyit fizetnek érte, mint a 80-as években. Ahhoz, hogy valaki ezeket a ászokat leszinkronizálja, azért valamit kell tudni. Akkor azt, hogy miért nem mondhatja azt, hogy hát gyerekek, ugyan nem én játszom a szerepet, de az én hangom. Túl rohan be a néző. A hangjának olyannyira nagy hatása van, hogy azzal és a Rambóval még egy verset is el lehet adni. Nehéz elképzelni, hogy egy milliós nézettsége lenne másként egy Nagy László versnek. És kiviszi át, fogában tartva a szerelmet a túlsó partra. Ezt jól gondolom, hogy önben lakozik egy kis szakszervezet is? Biztos, hogy ne. Én szoktam, illetve valamikor még nagyon harcos voltam a kollégáimért is, aztán ma már nem. Ők önért? Hát figyelj, most lehetne mondani, hogy ősszel bezárt a színház, és azért nálam csak megfordult 60 fölött létszámban színész, és azt hiszem talán 2-3-an hívtak föl megkérdezni, hogy mi van. De mindenkinek nagyon sok a dolga, úgyhogy... Na, akkor ez az a pont, én hoztam szülinapra meglepetést. Na, tessék. És ez most jó mondat volt ahhoz, hogy megmutassam a meglepetést. De hogy most csináltam egy kis filmet? Üzentek önnek. De pár ember üzent önnek. Drágos Szikám, nagyon boldog születésnapot kívánok neked. Látszólag alig ismerjük egymást. Egy nagyon fontos pillanatban találkoztunk. Az én életemben volt fontos pillanat, a Szerencsés Dániel forgatásán. Emlékszem, hogy körbe-körbe rohangáltál a kivágott zászlóval. És onnantól kezdve aztán a színészi pályán alig-alig futottunk össze. Messzire figyeltem, hogy mi van veled. Figyeltem, hogy hogyan vonulsz ki meg vissza a pályára. És az összes ilyen indulat, az oda-vissza, az mind-mind nagyon ismerős volt nekem. És nagyon drukkoltam neked, nem ahhoz, hogy visszatérj, vagy hogy kiszállj ebből az egészből, hanem hogy jól érezd magad. Mert azt éreztem, miközben még egyszer mondom, alig ismerjük egymást, hogy közön van hozzád. Aztán végül is egy nagyon fontos pillanatban közünk lesz az el, amikor úgy érzem, hogy valamit megtaláltál ebben a folyamatos keresésben, ott Győrben, és ott játszhattam abban az édes kis színházban. Remélem, hogy valamilyen módon még tudod ezt folytatni, akármilyen nehézségek vesznek is körül téged. Kedves Oszi, Isten éltessen, ez a legkevesebb, ez magánügy. Sokkal fontosabb, hogy csinálj színházat Győrben. Nagyon jó volt a Menház, úgyhogy azt kívánom a következő évtizedekre, hogy állt ki a viharokat, és jó volt játszani azon a helyen, úgyhogy erről ne beszéljünk múlt időben. Köszönjük szépen! Köszönöm, hogy de helyes. És ha már Mácsai, megmutatom azt a ritka pillanatot, amikor Gáti Oszkár minden fogadkozása ellenére színpadra állt, pontosabban ült. Én nekem egy idő után elegem lett, akkor elmentem, abba hagytam, aztán visszahívtak, aztán megint elegem lett, megint abba hagytam, de most már nem fogok visszamenni, mert most már nem tudok megtanulni annyi szöveget. Akkor se, ha a Mácsai lebetegszik. Akkor is csak felolvastam helyette, de az muszáj volt, mert akkor már a harmadik előadás maradt el betegség és egyéb okok miatt, és azt én nem engedhettem meg, hogy a nézők megint eljönnek és nincs előadás. Gavallér volt az én apám. Esetünkben ez azt jelenti, hogy 3 vagy 4 patikát mulatott el, szépen sorban egymás után. A nap végén elő is adta Gáti nekem is azt a bizonyos 8 év utáni első, de most azt mondja, bizonyosan az utolsó fellépését. Ezen szerepelt a Mácsai. Ezen mondta a Örkény, azt mesélte Pista. Én is ezen olvastam fel. Rémes volt. Képzelj el, most mindegy, hogy elmondsz. Azt találtam ki, hogy leülök, és így fogok ülni, és tartom. És volt az egy piros színű napszemüveg, vagy rendes szemüveg, csak azt felejtettem el, hogy azon a bordó vagy vörös színű kereten a fény törve a szemembe jut. Na most ki kellett találni azt a pici rést, ahol látok is, és nem süt a szemembe. Aztán kellett lapozni, csak ugye a papír össze van ragadva,
És én otthon elolvastam kétszer, és mindig megnyálasztam az ujjam, de mondom, ezt a színpadon nem lehet oldalonként nyalni a kezet, és igen. Aztán volt a másik, hogy így ültem, és egyszer csak éreztem, hogy muszáj lenne lépést váltam, mert tök elzsibbat mindenem. De hogy lehet, miközben felolvasol? És akkor meg is mutatom, hol vagyunk. Forgatás közben is költözködött Gáti. Úgy volt, hogy itt fognak lakni a családdal, de mégse. A színház kevés díszlete, kellékei viszont itt vannak. Olyan nagyon sok cucc nem volt abban. Hát nem. Abban lélek volt, inkább így mondanám. Itt vannak a színháznak a cuccai, úgyhogy ha majd valahova eljutunk, akkor ezeket kell vagy elvinni, vagy itt felszerelni. Itt kapom fel a fejem. Ezek szerint van még egy terv. Ebből lehetne csinálni egy lakásszínházat, ha nem jön össze a színház. Uh-huh. Úgyhogy már itt miért is kértem, hogy hányan férnek el, ide osztom az összeszéket. A, B, C, D terve van. Rengeteg, hát muszáj, hát valamelyik csak bejön. Hát nem lehet, hogy csak egy terve van, azt már 70 év alatt kitapasztaltam, hogy egy terv nem terv. Én ezt pozitívan élem meg, az, hogy az ember keresgél. Hát amikor egy szerepet próbálunk, akkor is 25-ször ugyanazt a jelenetet, innen, oda, onnan, ide, nem jó, még egy kicsit, eminen, amonnan, több helyről kell megközelíteni. Az én következő nem tudom hány évemet is valószínű úgy kell, hogy nem egy oldalról nézni, hanem több oldalról, és akkor hát, hogy valamilyen lesz. Akkor lehet, mert ugye viccelődött vele, és bár azt mondta, hogy nem szeretik a fekete humort, szerintem szeretik a fekete humort, hogy azzal, hogy a temetőből kiköltözik, kiemelte a fél lábát a sírból? Ki? Jó, nem éreztem azt, hogy fél lábbal. Úgy, hogy mondjam, fizikailag fél lábbal valóban a sírban voltam, mert hát egy temetőben dolgoztam. De mostanában eljöttem, lehet, hogy ez egy nagyon fontos lépés volt, hogy nincs ez a visszahúzó erő, ha bár én nagyon jóba voltam a elhunytakkal, tehát nagyon jó lelki kapcsolat volt közöttünk, de elengedtek. Azt mondták, menjél, itt megtetted a dolgodat, csinálj valami mást. Gáti Oszkár bármilyen morbidul hangzik, nagyon szerette a temetői munkáját. Számára nem tabu a halál, nem is fél tőle. A temetőben nem is halottakat, hanem történeteket és sorsokat látott. Nagyon sok évtizedet kívánok még, de akkor nem is fél tőle. A haláltól, mint olyantól nem. Az oda vezető út rosszabbik részét azt nehezen fogom viselni, ha lesz rosszabbik rész. De valószínű úgy fogok járni, mint a Cyrano, hogy a fejemre esik egy fahasáb, és akkor abban majd úgy könnyedén átadom magam a túlvilágnak. Azt gondoltam, ez lesz a riport végszava. De ezek után teljesen belelkesülve egyszer csak kéri Gáti Oszkár, hogy kövessem a kertbe. És már viharzik is ki olyan gyorsan, hogy operatőröm alig tudja lekövetni. Mert tényleg annyi ötlete van, és annyira pörög a forgatás végére, hogy mindent meg akar mutatni. A kertet is. Ami számára nem egy kert, hanem a győri, szabadtéri színpad. Ez itt ideális lenne. Itt bejönnek a művészek, ott bejönnek a nézők. Ez nem, most a színpadon állunk. Itt most mi a színpadon állunk, és innentől kezdve lehet álmodni. Tökéletes. Ez annyira jó végszó, hogy most bele is nézünk a kamerába, igen. És ilyenkor kell nekem mondani, hogy ez mit? Volt az én riportom. Tessék, parancsoljon. Úgyhogy mivel színpadon állunk. Igen, jó. Hát mondjuk azt, hogy legyen az a kezdet, hogy most egy ilyen kerti színházat. Igen. Kerti színpadot, szabadtéri. Minimum szabadtéri valamiért színpadot felavattunk Gáti Oszkára. Hasta la vista. Baby.